Sziasztok! Az itt a HVX van újabb adása. Vettem ma egy 4K HD kamerát az Argosba, és az történt, hogy kiderült, hogy a kamera bírja a 4K-t olyan szempontból véve, hogy tud fényképeket csinálni 4K-ban, viszont a videók azok akadnak. Ennek a kamerának neve egyébként Vivitar, ez a márkája. És miután jobban utána néztem a bátyámmal a neten, hogy miért akadhat a kép, kiderült, hogy csak 10 FPS-sel rögzíti a képeket. Úgy bátyám szerint ahhoz, hogy egy videókamera felvétele normálisan nézzen ki, ahhoz legalább 24 FPS-sel kell rögzítenie egy kamerának a videókat. Szóval megszívtam, mondjuk így, úgyhogy megpróbáltam visszajönni az Argosba, de sajnos már bezárt, úgyhogy mert holnap fogok bemenni és visszavinni, és refundolást fogok kérni. Szerencsére az Argosban van egy olyan akció, hogy 30 napon belül vissza lehet vinni a terméket és vissza lehet kérni az árát, hogyha valami nem stimmel vele. És ugye nálam az nem stimmel, hogy én 4K kamerát akartam, azt akartam, hogy olyan minőségben, olyan sebességgel vegye fel a videót, mint ahogy például a Apple telefonom is. Ezzel szemben egy ilyen nagyon csúnya akadós kép jött össze. Majd, hogy milyen videót készített, azt be fogom vágni a videóba nektek. Igen, hát ilyen volt a videó képe, szörnyű, igaz? És ez pedig a kamera és a csomagolása, így néz ki az Argosban, amikor a kezedbe adják. Igen, szóval a csomagolás alapján az ember nem így gyanakodna, úgy tűnik, hogy minden rendben van, és erre tessék. Kiderül, hogy egy nagy kalap ez. .. Nem szeretnék csúnyán beszélni a videón. Szóval az lesz, hogy holnap visszamegyek kicserélni a kamerát, vagy pontosabban visszaadni a kamerát és visszakérni a pénzem. Mivel ez egy használhatatlan kamera, nem is értem, hogy miért árulják. Alapból úgy hirdetik, hogy action kamera és 4K-s tudású, de 4K szempontjából ez egy használhatatlan kamera. Azt kéne ráírni, hogy 1K-s, ugyanis 1K-ban működik, bár 1K-ban meg szörnyű a minősége. Magát a céget kéne beperelni, mert lényegében átveri a vásárlókat. Szörnyű. Na mindegy. Szóval itt van a táskámba. Ugye már nem bírtam visszavinni az Argosba, mivel hogy zárva. De holnap az lesz az első dolgom, hogy felkelek és bemegyek az Argosba és visszaviszem. Szóval a Vivitar kamerát ne vegyetek, hogyha vlogozni akartok. Axiom tényleg arra jó, hogy 4K-s fényképeket lehet vele készíteni, de ennél többre nem jó. És helyette ki is néztem egy másik kamerát, az is 4K minőséget tud fölvenni, viszont 30 FPS-sel, aminek sokkal jobb lesz a minősége. Olympus a márkája, és eléggé extravagánsan néz ki. Sajnos csak online lehet megrendelni. És
mivel nekem most nincs rá pénzem, ezért Argos kártyára fogom megvenni, ami végül is ilyen hitelkártyaszerűség. Olyan, mint egy vásárlói kártya. Majd az egyik műsorban beszélni fogok arról is, nem is tudom, talán az Angliai Élet című műsoromban beszélni fogok arról is, hogy mi is pontosan az az Argos kártya. Ez a videó meg mondjuk belemegy a Teszteltük című vlog rovatomba. Teszteltem a Vivitar kamerát és szörnyű eredményre jutottam. Szóval ez volt a XV1 TV Teszteltük című adásának a legelső promó videója. Későbbi során, majd ha belejövök a vlogolásba, akkor remélhetőleg lesznek sokkal jobb, színesebb, tartalmú videók is, szóval addig is sziasztok!